Sziasztok, jó reggelt! Most péntek van, és vlogolni fogok ezen a hétvégén. Fatiékat fogjuk meglátogatni, ami egy nagyon régen betervezett tavaszi közös programunk, úgyhogy nagyon-nagyon vártuk már. És arra gondoltam, hogy egyrészt szeretném megörökíteni, másrészt meg ez egy jó lehetőség arra, hogy csináljak nektek egy új vlogot, mert mostanában ez nem nagyon jött össze. Úgyhogy most fogok bepakolni. Egyébként elég korán keltem ma, beraktam már egy-két mosást, meg csináltam dolgokat. Tegnap voltam Pécsen a termékenység tudatossági hétnek, ez egy ilyen roadshow a pécsi eseményén, és fantasztikusan jó volt. Egyrészt tök sokan eljöttek, nagyon jó volt a kerekasztal beszélgetés, és találkoztam néhányatokkal, ami nagyon maradandó nyomot okozott bennem, mert mindig fantasztikus valakit látni, aki nagyon régóta a közösség tagja, és hallani felőle, és beszélgetni egy kicsit. Úgyhogy rengeteg sok kedvességet kaptam, és ezáltal inspirációt és motivációt arra, hogy foglalkozzak ezzel a témával, és azokat a kis dolgokat, amiket már régóta elterveztem, megpróbáljam elindítani, ami tudom, hogy nagyon ellene megy annak, amit ígértem magamnak év elején, és nektek is beszéltem róla, hogy mi az, amire idén nem lesz kapacitásom, úgyhogy nem is foglalkozom vele. Megpróbálom nagyon okosan csinálni, de szeretnék valamit elindítani legalább tervezési fázisban, vagy valami ilyesmi, mert most ez nagyon, nagyon mozog bennem. Úgyhogy meglátjuk most egyelőre a fejemben, zajlik ez az ötletelés. Alapvetően ez egy pihenős hétvége lesz, de azért Fatival mindig, hogy mondjam, nyilván nagyon tudunk kapcsolódni kreatív fronton is, és ilyen dolgokban, úgyhogy biztos lesz egy kis közös ötletelés, meg álmokról, tervekről beszélgetés, ami nagyon fel fog tölteni, ezt már most tudom. Szóval most fogok bepakolni, délután fogunk indulni a ma alvás idejében, hogy az autóban aludjon. Úgyhogy van még egy kis időnk így a délelőtt. Azt kell megnéznem, hogy milyen idő lesz arra felé, mert most ilyen nagyon furcsa tavaszunk van, mint azt ti is tudjátok, hogy ma be kellett kapcsolnom a fűtést reggel, ami nagyon szomorú, mert azt hittem, hogy erre már nem lesz szükség, de lehűlt a lakás nagyon. Legalább megszáradnak a ruhák, amint látjátok, mert nem volt időm mosni mostanában. Viszont azt hiszem, hogy jó idő lesz vasárnap már legalábbis. Igen, azt írja, hát ma maximum 15 fok, de 3 volt reggel, vagy van most. Szombaton maximum 19, minimum 4, oké, de sütni fog a nap. Hát vasárnap 22-9. Jó, azért ez nem a nyári idő, ami utána jön, mert hétfőn kedden már 25 fok lesz. Időjárás jelentésünket hallják, de hát nyilván így kell elkezdeni ruhákat bepakolni, hogy megnézzük, hogy milyen időhöz kell pakolni. Szóval ez ilyen pulcs is, de azért jó. Oké, menni fog. Esőre nem lehet számítani nagyon. De akkor kell vastag pulcsi. Jó, oké. Szóval elkezdek pakolni. Aztán meglátjuk. Egy kicsit azért mindig ez a pakolás nekem ilyen, próbálok felkészülni minden eshetőségre, ruhák szempontjából, meg más dolgok miatt, és nyilván most, hogy Emmának is kell pakolni, meg Elinek is kell pakolni, meg mit tudom én, ilyenkor mindig így belekerülök egy ilyen zónába, ami annyira nem laza, kellemes, rugalmas, amiket így a mostanában tanulok, rugalmasnak lenni, meg nem annyira tervezni, mostanában alatt az elmúlt éveket értem, az ilyenkor kicsit így kijön a másik énem, aki így belemegy valamibe, és akkor azt szerint csinálja a dolgokat, de lehet, hogy ez egy jó ilyenkor, ez egy jó dolog. Got lost.
Érkezett most egyszerre három csomagom, úgyhogy gondoltam, megmutatom őket. Az egyik, ami nagyon izgi, és az előző videóhoz egy ilyen kis follow-up. Mondtam, hogy az egyik ruhámat azt már megvettem, és most érkezett meg pont. Úgyhogy most nem felvéve, de megmutatom nektek, hogy melyik az. Szóval egy karmacsi design ruhát választottam. Egy ilyen kétszínűt, ez egy kicsit ilyen hibrid két ruhámból. Ugyanis amit felpróbáltam és láthattátok, az a zöld volt, aminek ilyen volt a teteje. Most ez így nem lesz látványos, de hogy ilyen keresztezett madzag van rajta, amit többféleképpen is meg lehet kötni. Viszont nagyon tetszett egy másik ruha, aminek elől pink volt. Hát az egyik fele pink, a másik narancs, és tök jól variálható is. És most elkészült, és itt van, és fel is fogom próbálni, de nem biztos, hogy ebben a videóban ezt lesz időm megmutatni, és van hozzá még egy ilyen derék kötő is. Szerintem gyönyörű szép, úgyhogy nagyon izgatott vagyok, hogy viselhessem. Aztán jött egy csomagom a Lush-tól, amiben nem tudom, hogy mi van. Nagyon kedvesek, és el szokták küldeni az újdonságokat. Van itt például egy Take It Easy doboz. Ebben van egy Snuggles tusfürdő, egy Yummy Custard krémszappan és egy Dream Cream testápoló. A Dream Cream-et ismerem, azt nagyon-nagyon szeretem. Hát ez nagyon cuki. És azt tudja, hogy mindig jól jön. Megszokom ezt a Snuggles-t. Hoppá. Visszafogott kedves illata van. És van még itt, wow, három. Van egy Mother Nature fürdőbomba. Ennek nagyon jó illata van, úgyhogy ezt biztos kibontom. Igen, ott egy másik, azt is megnézzük mindjárt. Mutatod? Össze van törve, de hát ez valami zöld dolog, nem tudom. De sem mutatod a kamerában, mindjárt megzabállak. Mutatod, hogy mi ez? Ez egy Blooming Beautiful Orange Blossom fürdőbomba. És ez micsoda? Ez is egy fürdőbomba? Ó, de szép, nézd, babu! Ide néz! Illetve érkezett egy Natural Skin-es csomagom is. Lesz velük egy együttműködésem. Ami tudtam, hogy érkezik, mert nagyon szerettem volna kipróbálni, az a Mádara testápolók. Az egyik egy kézkrém, a Deep Comfort, és a másik pedig szerintem ugyanennek a kollekciónak egy ilyen testolaja. Én nagyon szeretem az olajakat, úgyhogy ezt mindenképp szerettem volna kipróbálni. A kézkrém az meg mindig jól jön, mert pont úgy elveszítem őket, mint az olyakápolóimat. Úgyhogy nem baj, ha mindenhol van belőle. Ó, te jó ég. Valami nagyon emlékeztet az illata, de... nem tudom, hogy mire. Kicsit ilyen citrusos. Citrusos, gyógynövényes, nagyon-nagyon-nagyon kellemes illata van. És imádom az olajakat. Aztán van itt néhány dolog, amit nem ismerek. Ez egy Grown Alchemist test tusfürdő, bocsánat. Na jó, hát ennek nagyon különleges illata van. Elég erős egyébként. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy milyen vele fürdeni, és hogy utána mit hagy az embernek a bőrén. Aztán van itt egy Ren, ez egy testápoló. Ha jól látom, akkor valamilyen virágos illat. Nagyon-nagyon kellemes. Na, ez egy sokkal visszafogottabb, kellemes virágos illat. Ezt is ki fogom próbálni. Az biztos, hogy szüksége van rá a bőrömnek. Illetve kaptam egy... Ó, igen, ezt tudom mi, egy Evolve, másik nagyon nagy kedvenc márkám.
Evolve-tól egy Silent Night Bathing Salts kis dobozt, ami egy nyugtató fürdősó keverék. Így néz ki. Úgy a király, ez a kis tároló is. Biztos, hogy használni fogom utána másra. Ó, és nagyon-nagyon finom illata van. Na, erre nagyon kíváncsi leszek. Nem értek én a segítség az elalváshoz, de az biztos, hogy nagyon-nagyon jól fog esni. Úgyhogy ilyen klassz dolgokat kaptam. Nagyon szépen köszönöm. És megyek tovább pakolni, megkészülődni. Crossroad and we got lost. Somewhere you chose to go left, while I turn the other way, and you got lost. Want you to know. Ide értünk Fatékhoz. Hello! Úgyhogy három gyerek és két kutya rohant el odakint, akiket rábíztunk Dávidra, mert ezt megoldja ügyesen. Good luck! Én kaptam egy kávét, igaz, hogy 7 óra lesz nem sokára, de ez most egy ilyen nap, nem én számít. Én meg szolidarítok, és én is iszom egyet. Köszönöm. Sokkal könnyebb ketten kávét inni. Ebből egy gyönyörű Lovely Mugs keramik. Lovely Mugs? Lovely Mugs keramik. Igen, igen, így van, Fenisten kaptam. És bele van írva is, hogy anya. Nagyon, nagyon cuki. Mm. Ja, ennyi igazából. Most majd kajálni fogunk. Egészen sima volt az út, pedig nem rövid, de nagyon jól lehoztuk, úgy érzem. És majd bejelentkezem még. Szuflé! Sziavasz! Fölgessed, Max! Fati felajánlotta, hogy próbáljam fel ezt a Daughters of India ruháját, ami teljesen, teljesen szerelembe ejtett engem, amikor rajta láttam, és tényleg brutálisan szép. Annyira gyönyörű, hogy ilyen sok anyag van benne, mint látjátok. És egyébként egy nagyon vékony, kényelmes, csodaszép anyag és ruha ez. Oh, wow. Egy nem túl pihentető éjszaka után egy nagyon kellemes, nyugis délelőttünk és reggelünk volt. A többiek most éppen fent vannak, reggelit csinálnak, úgyhogy mindjárt
csatlakozom hozzájuk, csak felöltöztem, meg akartam nézni, és nektek is mutatni ezt a ruhát, hogy mennyire csodálatosan szép. És aztán azt hiszem, hogy elmegyünk a városba, kávézunk egyet, és igazából semmi konkrét kötött programunk nincs, csak úgy élvezzük egymás társaságát, és nagyon-nagyon jó. Itt majd gyönyörű szép idő van a tegnappal ellentétben, úgyhogy remélhetőleg tudunk sokat kint lenni a szabadban is. Make a wish and I make it come true. Was I drinking, looking for the next thing? I couldn't really settle down. Always on the run, I didn't want to slow down. But baby, then you came around. Yeah, you came around. No, I vlog, amit két nézőpontból nézhettek meg megint. És az előbb Fati bejelentkezett, hogy elmondja, hogy jó dolgokat csináltunk ma eddig, és vannak még terve dolgok, amik valószínűleg jók lesznek, és aztán a férjem valamit hozzátett ehhez a bejelentkezéshez. És komolyan, az egész internetek paraszkodtok, hogy szórakoztatóvá tesszük a vlogjaitokat? Kérlek, gyere ide, és legyél szórakoztató. Anna, a boltot, parancs szóra. A boltot kitartam. Úgy az igazi, nem? Jaj. Jól érzed magad? Nagyon, köszönöm szépen. Elmeséljek nektek dolgokat, amiket nem oszt meg az interneten? Nem fogjátok elhinni. Csodálkozik, hogy nem hívom meg vlogolni. Azt mondja, nem hívsz meg soha vlogolni. Mintha ezt valami, nem tudom, postai úton kellene hívni. Nem, csak arra utaltam, hogy azért, mert a kamera miatt előjön belőlem a 6 éves, ezért így elkerülöd azokat a lehetőséget, amikor esetleg részt tudok venni benne. Ez amúgy nem igaz. Csak dolgozol, mint egy felnőtt ember. Nem lehetek egyszer egy gyerekes és felnőtt, de nem lehet mindig az... Mi történik? Semmit, csak szemmel tartom a gyermeket. Jaj. Szóval nem sokára grillezni fogunk. Jó lesz. Illetve Ádám fog grillezni. A másik vlogban az is jó lesz. De nem tudjuk, hogy jó lesz, de nem értelem, jó lesz. Te hiába nézel így, vele hazamegyek, úgyhogy itt viselkedni kell. Na, még valami mondani valód, amit gyűjtögetsz magadban az elmúlt időszakban, amikor nem hívtalak meg a vlogba? Az elmúlt 2 évből. Igen. Nincs. Sziasztok. Jó. Minden, jól érezzük zsír. Magunkat. Van, született egy gyerekünk. Jók a programok. Csak ugye. Csak sok a szúnyog. Stay strong. You're never alone. You're never alone. The sun will shine. The sun will shine. Yeah. Now I cannot picture my
Képzeljétek el, hogy ezt a ruhát, ami egy olsós overall, ilyen nagyon kellemes, vékony, kicsit fényes anyaga van, Vintiden vásároltam, ráadásul úgy, hogy közületek írt valaki Instán, hogy megtalálta ezt az overallt, és én jutottam róla eszébe, és abszolút aláírom a dolgot, mert nagyon-nagyon tetszett nekem is, nagyon kényelmes, és gyönyörű színe van, amint azt látjátok, és pont jó lett rám méretben. Úgyhogy nagyon örülök, és nagyon köszönöm, hogy elküldted, te, aki elküldted, ha nézed ezt a videót éppen. És az utóbbi időben többen is küldtetek nekem ilyen és ehhez hasonló ruhákat, úgyhogy nagyon jól esik, és köszönöm szépen. Hát sziasztok, igazából csak elköszönni jöttem, most vasárnap van. Ebédeltünk, és indulunk haza, mert azért hosszú út vár ránk. Remélhetőleg Emma aludni fog. Nagyon-nagyon jól éreztük magunkat. Teljesen chill volt az egész hétvége, úgyhogy nem is tudom igazából, hogy mennyire lesz izgi a vlog, de tudom, hogy nem feltétlenül arra szükségetek egy vlogtól, hogy izgalmas legyen, úgyhogy szeretettel küldöm mindenkinek, akinek egy kis kikapcsolódást tudott nyújtani, különös tekintettel az orvostan hallgatóknak és csengének, akik vizsgai időszak előtt állnak, úgyhogy remélem, hogy jól vagytok, és szakítsatok időt a barátaitokra, mert nagyon-nagyon fontos dolog ez, és nagyon fel tudja tölteni az embert. És nagyon sokáig magával viszi ezeket a jó érzéseket, amit okoz. Főleg, ha egy különlegesebb alkalom kell hozzá, vagy komolyabb szervezés, mint egy 3 órás autóút és egy egész hétvége. Úgyhogy ez nagyon jó volt, és nagyon hálásak vagyunk érte mindannyian. Most megyünk haza, és aztán nem sokára hozok nektek egy sima otthoni vlogot is. Sziasztok!